A Kodály Zoltán Ifjúsági Világzenekar majdnem egy évtizede, 9 éve dolgozik az Ifjú Zeneművészek Nemzetközi Nyári Akadémiájának a keretei között. Állandó karmesterünk Vásári Tamás, akit nem kell bemutatnunk, hiszen világszerte ismert, kiváló zongoraművész, Kossuth díjas, Magyar Örökség díjas és még számtalan díja van. Nagyon nagy szeretettel fogadta a közönség a 15 nemzetből álló Kodály Zoltán Ifjúsági Világzenekar tagjai. Egy olyan kemény munkáról beszélünk, amikor 2 hetes felkészüléssel a hallgatók jönnek és hangversenyt adnak. Örömmel konstatálom, hogy még mindig vannak olyan elhivatott zenész palánták, akik a szabadidejüket erre áldozzák. A 15 nemzet az úgy állt össze az idén, legmesszebbről talán az Ausztráliából érkező hallgató jött, de vannak Costa Ricából, Amerikából, Angliából, Görögországból, és hát Magyarországról viszonylag többen, de ugyanakkor a környező országokból, Szlovákiából, Lengyelországból, Szerbiából, Olaszországból, Svájcból, tehát tényleg egy multi language jött itt össze a nyári akadémia ideje alatt. Nagy örömömre szolgál, hogy a közös nyelvként az utóbbi bő 2 hétben a zene volt az, ami jelentette számukra a közös munka mellett mindazt az örömet, amit a koncerteknek a fantasztikus hangulata ad a hallgatóknak. I think that being here in Debrecen has been a really great experience for me because coming from so far away to this place and find so amazing great musicians, young musicians and such great teachers has been really a very, very inspiring opportunity for me. So it's been really like the greatest opportunity in my life to be here, meet such great friends, true great musicians. I have great experiences in the amazing concert halls that we've been performing for almost 4 days. I would really love to participate next time. It's been a great experience. We are all like a family now. 2 days or 3 days, we're all a family, and I would love to come here again. Nekem ez nagyon nagy élményt adott ez a tábor, mert ide kerültem, és szólamvezető lettem egyből a fiatal korom ellenére, és voltak itt, akik már több éve ide járnak, és engem osztottak be, és azért ez egy nem könnyű feladat, mert játszottam már sokat zenekarban, de szólamvezetőként nem, és azért ilyen karmester mellett, mint a Vásári Tamás, azért mindig toppon lenni, nem lankadni a figyelemnek, mert ugye mindig a szólamvezetőt figyelik, és azért végig 2-3-4 órás próbákat végig koncentrálni, az nem volt egyszerű feladat. I am the principal of the second violin section, which I really appreciate. I came here with great expectations, and I can truly say that it was worth it. First of all, because of the people. I met a lot of Hungarians who are really, really friendly and really open-minded people. I met one of the most interesting, fascinating people, who is Vasari, the conductor of our orchestra. He has one of the biggest hearts in the musician's world, and I need to admit that he is also a very, very patient person, which is not very common among the conductors. At first I was a little bit worried, as I'm the student of the Academy of Music in Poland. I was worried it is gonna work, but after all I am 100% sure about it, that it worked very well, and I was absolutely satisfied with everything. And the other thing is that with every single concert we are getting better and better. Minden évben megvan az, hogy egy pár nap után, amiután megérkezett, elindultak a próbák vele, utána mindig valamelyik este ki szokott jönni oda a teraszra, és akkor leül, és még mindenki ott járkál meg, persze már lement, már este van. Mint egy mágnes, oda jönnek az emberek, mert oda húzza őket, és akkor elkezd mesélni, nem csak vicceket, de tényleg úgy jöttem rá, hogy mennyire nagy ember ő, hogy elkezdett mesélni az életéről, meg mindent, amin őt átment az egész életébe, és az egy nagy inspiráció, még mindig tovább is hallgatni, hogy mit mesél. Sok sztorik vannak, szépek is, kevésbé szépek is, de mindennyiből lehet nagyon sokat tanulni. És én biztos az első vagyok, ha látom, hogy jön, akkor én ülök mellé, és mindig hallgatom. És így jönnek a többiek is. Nagyon nagy élmény nekem ezzel a zenekarral dolgozni. Csupa fiatal, tehetséges művész, akik
akik a korukat meghazudtolva muzsikálnak együtt a színpadon, úgy, hogy két hetük van arra, hogy beleszokjanak egyáltalán a zenekari létbe. Öt helyszínen volt koncertünk, Debrecenben kezdtünk, majd elutaztunk Pozsonyba, Galántára, Budapestre, és most itt vagyunk Eisenstadtban, az Eszterházi kastélyban, ahol a Haydn teremben fogjuk adni az utolsó zárókoncertünket. A legelső zenekaros próbám előtt, amikor tudtam, hogy Vásári Tamás fog vezényelni, egy picit izgatott voltam, ugyanis nem minden nap találkozik az ember egy ekkora művésszel, de amint bementem a próbára, éreztem a többiek hangulatán is, hogy itt semmi probléma nem lesz, és valóban így is volt. Minket azt el is mondta, a gyerekeivé fogadott, és tényleg úgy bánik velünk, soha egy hangos szava nem volt, mindig nagy türelemmel volt irántunk a próbák alatt. Érdekes volt látni, hogy egy ekkora művész ember valójában a lelkében micsoda hatalmas szívet hordoz, és mennyire emberséges mindenkivel. Nagyon érdekes dolgról van szó azáltal, hogy a szólókurzusok és a zenekari foglalkozás együtt zajlik, és gyakorlatilag én azt gondolom, hogy azok, akik mind főtárgyórákra eljárnak, és amellett ez a délelőttönkénti zenekari lehetőség van, azok egy olyan fajta komplex élménnyel tudnak ezután a két hét után távozni, amiből sokáig tudnak kamatozni. És én azt gondolom, hogy a másik fontos része ennek az a lehetőség, ami az ismerettségek köttetésére vonatkozik. Tehát, hogy megismerik egymást különböző országokból érkező, nagyjából hasonkorú muzsikusok, kicserélik a tapasztalataikat, tehát rengeteget lehet abból is profitálni, hogy egy eleve azt is gyakorolják, hogy idegen nyelven kommunikáljanak, megértessék magukat egymással, tehát ilyen módon az emberi kapcsolatok része is szerintem ennek az egész kurzusnak nagyon fontos, amellett, hogy egy szakmai építkezésre ad lehetőséget. Kodály Zoltán nem csak mint zeneszerző volt világhírű, hanem mint nevelő. És hát a Kodály szisztémát azt Japántól New Yorkig, Amerikáig mindenütt ismerik, és hát Kodály tényleg így van benne a köztudatban, egész világon. Magától értetődő dolog volt, hogy legyen egy zenekar az ő nevéről elnevezve, mégpedig egy nemzetközi zenekar. Kecskeméten ott volt az első hangversenye a zenekarnak, amit sose az a zenekar, tehát ez tulajdonképpen egy nem létező zenekar, minden évre meg van hirdetve, hogy van a nyári akadémia Debrecenben, ahol részt lehet venni ilyen zenekari gyakorlaton, és akkor jelentkeznek a világ minden tájáról, földkerekség minden tájáról gyerekek. Na most van összesen 12 nap arra, hogy ezekből a gyerekekből, akik nagy részük soha, 90%-uk nem játszott zenekarba, hogy most ők megtanuljanak egy klasszikus, nehéz műsort, és előadják Debrecenben, Budapesten, vidéken és külföldön. Ezt évekig tanulják tulajdonképpen, amíg eljutnak egy olyan rutinra a zenészek, hogy tényleg elmondhassák, hogy ők profi zenészek és profi zenekari zenészek. Na most itt ennek meg kell történni 12 nap alatt, hogy a zenekar úgy összerázódjon, hogy tényleg egy prezentábilis programot tudjunk felmutatni. Hát ez meg is történt minden alkalommal. Mostani zenekar, ez most már a 9. alkalom, azt hiszem, amikor összejönnek nyáron, és én vezényelem őket. Hát ez most a legjobb anyag, azt hiszem, mert már az első próbán lehetett hallani, tudják az anyagot, és hát ugye a szervezés is, akik hát szervezik ezeket a turnékat, őnekik is óriási nagy érdemük az, hogy ez a végén megtörténhet ez a csoda turné, hogy úgy mondjam, egy nem létező, van még 10 nappal azért, vagy 2 héttel azért nem létező zenekarral. Minden évben meg tud minket lepni ő is, és ez az, ami tovább viszi a lendületét a rendezvénynek, hiszen ebben az évben például kitalálta azt, hogy a ráadás műsorszám alatt, ami az elmaradhatatlan Brahms 5. magyar tánc, már nem is a zenekart vezényli, hát ők nagyon tudják. Kifordul és a közönséget vezényli, hogy milyen tempóban kell, milyen dinamikával kell tapsoltatni. Tehát azt kell mondanom, hogy én úgy gondolom, hogy akik ott akkor a közönség soraiban ültek, azok egész életükben fognak erre az estére emlékezni, amikor egy Kossuth Díjas karmester megtanította őket tapsolni. Thank you.
Ami még szerintem említésre méltó, az a kaja. A kaja mindig jó. Valamiért a kaja mindig jó.